Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, néha csak ugyan fölébred a szívünkben a vágy, hogy mikor jutunk a te színed elé. Máskor meg félünk attól, hogy a te színed előtt meg kelljen állnunk. Kezdjük ismerni magunkat annyira, hogy tudjuk, nem állhatunk ott meg egyedül. De áldunk téged azért, hogy ha majd egyszer csak ugyan színről színre oda kell állnunk a te ítélő széked elé, akkor megvan annak a lehetősége, hogy ne egyedül rettegjünk ott. Köszönjük, hogy utánunk küldted Jézust. Köszönjük, hogy ő védő ügyvédje lesz mindazoknak, akik hisznek benne. Áldunk téged, megváltó Krisztusunk, azért, hogy minden árat kész voltál megfizetni azért, hogy nekünk ne egyedül kelljen végig küszködnünk ezt a nehéz földi életet, és ne egyedül kelljen majd megállnunk az Atya előtt, úgyhogy semmit nem tudunk felhozni mentségünkre. Köszönjük mindazt, amit értünk tettél. Köszönjük, hogy kifizetted a váltságdíjat, és ez nem arany vagy ezüst volt, hanem a te drága véred. Ez volt egyedül elég ahhoz, hogy levedd rólunk az igazságos ítéletet. Kérünk, engedd ezt a nagy igazságot ma megértenünk. Engedd, hogy ez az örömhír a szívünk mélyéig hatoljon, és el nem múló örömöt támasszon ott. Köszönjük ezt a nagy kiváltságot, hogy szóba állsz velünk. Köszönjük ezt a csöndes estét, segíts most csak rád figyelni. És kérünk, tedd a te igédet egészen személyessé mindannyiunk számára. Csak te tudod, hogy valójában melyikünknek mire van szükségünk ahhoz, hogy megoldódjanak a gubancaink, hogy kiszabaduljunk a zsákutcánkból, hogy lehújjanak láthatatlan bilincsek rólunk, hogy a te szabad és boldog gyermekeiddé legyünk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te azért jöttél, hogy ez valósággá váljék. Azért jöttél, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Segíts el minket erre az életre és erre a bővölködésre. És kérünk, használd föl ebben ezt a csendes órát is. Amen. Két helyről szeretném olvasni az igét, Péter apostol első leveléből néhány mondatot, meg a második leveléből is néhány mondatot. Az egyikben az egyik állapotot írja le, amelyikben vagyunk, a másikban a másikat, amelyikben Isten át akar segíteni. Péter első levele első részének a 18. és következő verseiben így szól Isten igéje. Tudjuk, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok ki atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtlen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén megjelent ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. És a Péter második levelének az elejéről, az első rész második, harmadik és negyedik verséből így szól az ige: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által megajándékozott minket különösen drága ígéretekkel, a legnagyobbakkal, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban.
Szeretném meghívni a testvéreket most képzeletben egy ókori rabszolga piacra. Abban az időben a rabszolgát úgy adták, vették, mint ma az állatokat. A rabszolga az urának a tulajdona volt, és azt tehetett vele, amit akart. Adta, vette, a nevét megváltoztathatta, hajszolta, dolgoztatta, kínoszhatta, kénye kedve szerint. Ott állunk egy ilyen piacon, és egyszer csak egy láthatóan igen gazdag ember megáll az egyik rabszolga mellett, megkérdezi, mi az ára, és alkudás nélkül kifizeti. A rabszolga odaáll új gazdája mellé, és vár a sorsára. Az pedig legnagyobb meglepetésére így szól hozzá, szabad vagy. Csak ki akartalak váltani eddigi rabtartód fogságából. Az ember alig hisz a fülének, és így válaszol, akkor én meg hálából neked akarok szolgálni egész életemben. Hazamegy vele, aki megvette, a házába viszi, családtagként kezeli, és a végén még az egyik örököse is lesz. Ez a kiszabadított rabszolga teljesen tisztában van azzal, hogy soha életében nem tudta volna összetakarékoskodni azt a váltságdíjat, amit ez a gazdag ember ilyen könnyedén kifizetett érte. Úgy halt volna meg, ahogy született, kiszolgáltatott senkiként, rabszolgaként. Hogy miért éppen őt választotta, nem tudjuk. Ő volt a legerősebb? Ő látszott a legügyesebbnek, vagy a legszebb volt? Nem. Nem személyes kiválóságai alapján döntött így, aki kiváltotta, hanem valami miatt így látta jónak. Alapigénk arról szól, hogy Isten ugyanezt tette velünk emberekkel. Mi mindnyájan egy szörnyű rabtartónak, az ördögnek a szolgaságába születünk. Az őseink rabszolgákká lettek, következésképpen minket is erre az állapotra tudnak a világra hozni. Ráadásul a természetünk hozzádurgult a helyzetünkhöz. Megszoktuk azt, hogy a rabtartónk akaratát cselekesszük, mást nem is tehetünk az ő rabságában, és az ő akarata mindig ellenkezik Isten törvényeivel. Így aztán ezek a rabok nem is képesek már Isten akarata szerint cselekedni, nem is értik azt, és nem is alkalmasak arra, hogy tegyék. És ebben az állapotunkban egyszer csak megáll mellettünk Isten fia, a megváltó Krisztus, és kivált minket ebből a helyzetből. Ezt nevezi a Biblia megváltásnak. A váltságdíj, ahogy olvastuk, nem arany vagy ezüst, hanem az ő drága vére. Aki az ő hívását hallja, és annak enged, vagyis hisz, mert ezt nevezi a Biblia hitnek, azt ő visszavezeti az atyai házba, Isten gyermekévé lesz, a végén még örökös is, a Biblia így mondja, hogy Krisztus örökös társai, és az Isten örökösei lesznek az ilyenek. És csak akkor látjuk igazán, hogy soha az életben semmi módon nem tudtuk volna összetakarékoskodni azt a váltságdíjat, amivel önmagunkat szabadokká tehettük volna. És látjuk azt is, hogy minket sem személyes kiválóságaink, érdemeink vagy erényeink alapján váltott ki a mi rabszolgaságunkból, hanem azért, mert így tetszett neki. Pál apostol a korintusi keresztényeknek, akik között igen sok rabszolga is volt, éppen ezt is írja az első fejezet végén. Nézzétek csak a ti elhivatástokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek,
akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelőek. Sőt, azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Meg azokat választotta ki, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy a semmiket tegye, hogy semmikké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék Isten előtt. Nem a mi kiválóságunk tehát az alapja annak, hogy Isten kiszabadított, hanem az ő érthetetlen, indokolhatatlan szeretete. Eddig teljes volt a párhuzam, a rabszolga piacon lejátszódott esemény, jelenet közt, meg a mi lelki megváltatásunk között. És itt szólal meg Péter apostol, és mond valami többletet ahhoz képest, amit a piaci jelenet tartalmaz. Tudnélik azt mondja, hogy a mi megváltónk, kiváltó Krisztusunk az új helyzetünkhöz új természetet is ajándékoz nekünk. Nem csak a státuszunk változik meg, hogy a rabszolgából szabaddá tesz Isten szabad gyermekévé, hanem, ahogy mondani szokták, a kondíciónk is megváltozik, új természettel ajándékoz meg, mégpedig az ő saját tulajdon isteni természetével. Miért? Azért, mert csak így tudunk beleilleszkedni az új helyzetünkbe. Csak így fogunk tudni helytállni ott az Isten gyermekeinek a családjában. Csak új képességekkel lesz képessé a tönkretett, eltorzult, rabszolgaságban deformálódott ember arra, hogy egyáltalán hallja Isten szavát, értse az Isten gondolatait, szívébe tudja fogadni azokat, egyet értsen velük, és képes legyen úgy élni, viselkedni, ahogy ott kell, az Isten családjában. Erre a magával hozott természettel nem képes. Ezért Jézus nem csak kiszabadít, úgy, hogy nagy váltságdíjat fizetett értünk, hanem ezt az új természetet is ajándékozza a benne hívőknek. Miért van erre szükség? A Biblia nagyon világos és kategorikus választ ad, azért, mert a régi természet javíthatatlan. Sokan azt gondolják, hogy amikor valaki hívővé lesz, akkor az történik, hogy a rossz tulajdonságai kicsit háttérbe szorulnak, a jó tulajdonságai felerősödnek, és valamivel jobbebb emberként él tovább, mint addig. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy a régi természetünk legjobb tulajdonságai sem jók az isteni minősítés szerint. És a mi legjobb tulajdonságaink is bármelyik pillanatban bűnnek a forrásává válhatnak. Hogyan? Úgyhogy adva van egy jó szívű ember, aki készséggel segít, akinek csak lehet. És óhatatlanul büszke lesz erre, akár még dicsekedni is tud vele, vagy egyszerűen csak csendesen különnek tartja magát azoknál, akik nem ilyenek. Vagy valakinek az alaptermészete nagyon pontos, pedáns, megbízható, és megveti azokat, akik nem ilyenek. Vagy valakinek erős akarata van, és ez az erős akarat bármelyik pillanatban és helyzetben erőszakossággá válhat. Vagy az ellenkezője, valaki nagyon kedves, engedékeny, és ebből könnyen következhet az, hogy megalkuszik, hogy gyáva lesz, hogy kerüli a konfrontálódást, nem vállalja a felelősséget. Ezt nevezi Péter apostol hiába való természetnek. Ami atyáinktól örökölt, hiába való természetünkből vált ki minket Jézus, és adja nekünk az ő isteni természetét. Ezt olvastuk itt. Azért van erre szükség, mert mi mindnyájan csak ilyet örökölhetünk atyáinktól. És a mi atyáink legjobb szándékuk mellett is csak ilyet hagyhatnak ránk örökségképpen. Pontosan ebből,
a megalomlott, hiába való természetből. Vált ki minket, ami újunk, és ajándékoz újat, az övét. Mitől szabadítja meg a hívőt, és mire szabadítja fel? Mert itt szabadításról olvastunk. Ki szabadít abból, hogy gyakorlatilag Isten nélkül él az ember, amíg át nem áll annak az oldalára, aki kifizette érte a váltságdíjat. Isten nélkül tervezünk, gondolkozunk, élünk, és ezzel az is vele jár, hogy sokszor rászakad az emberre az álvaság, a magányosság, a kiszolgáltatottság érzése. Megszabadít ebből, és felszabadít arra, hogy Isten gyermekei vagyunk. Hozzátartozunk, Istentől nem kell félni, egészen rábízhatjuk magunkat. Megszabadít abból a kényszerből, hogy kényszerű módon önmagunkat szeretjük mindig, és felszabadít arra, hogy őszintén tudunk másokat szeretni. Megszabadít sokféle félelemből, és felszabadít arra, hogy egészen rábízzuk magunkat arra, aki így szeretett minket, hogy az életét áldozta oda értünk. Kiszabadít sokféle kényszerű önzésből, és könnyűvé teszi azt, hogy akár áldozatok árán is másokért éljünk, úgy, mint ahogy ő tette és teszi, hiszen az ő természetét adja a hívőnek. Kiszabadít az önsajnálatból, és felszabadít az együttérzésre. Jobban féltem a másikat, mint magamat. Kiszabadít abból, hogy mindig csak a test körül forgolódnak a gondolataink. És egyszerre fölismerjük, hogy az embernek nicsak lelke is van. Egyebek közt ebben is különbözik az állattól. És a lelkével ugyanúgy kell foglalkoznia és törődnie, mint a testével. Ettől lesz emberré, az élet meg emberivé. Kiszabadít abból, hogy csak a földre szegezzük a tekintetünket, minthogyha csak az léteznék, amit megfoghatunk, szagolhatunk, ízlelhetünk, megehetünk, mint a kisgyerekek, és felszabadít arra, hogy sokkal tágasabb horizonton belül mozogjunk. Nem csak látható valóságok vannak, hanem láthatatlanok is. Az ilyen ember számára Jézus Krisztus lesz a legfőbb tekintély, Jézus lelke, Jézus lelkülete, Jézus természete kezd el munkálkodni és növekedni benne, és mivel lépten nyomon látja a hívő, hogy ez jobb, ez a jó, az ő hiába való természete meg rossz, éppen ezért félreáll mindig Jézus útjából, és engedi őt érvényesülni. És rájön arra az ilyen ember, hogy egészen más ez az isteni természet, mint az atyáinktól örökölt, hiába való természetünk. És az Isten országába csak isteni természettel lehet bemenni. Péter apostol különösen hangsúlyozza, hogy mindez ajándék. Kétszer is olvastuk itt a második levélből idézett mondatban, hogy az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre szükséges, azáltal, hogy megismerhettük őt, aki elhívott minket, és ezek által megajándékozott minket különösen drága ígéretekkel, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztolástól, amit a kívánság okoz a világban. Ez ajándék. És aki ezt komolyan veszi, hogy neki ajándékozza Isten, neki kínálja, és elfogadja, az hisz. És aki ezt elfogadta, annak a szívében olyan hála fakad föl, hogy soha többé nem akar elszakadni attól, aki érte a váltságdíjat, kifizette. Aki őt kiszabadította az ő hiába való életéből. Az ilyen ember már egy lépés sem akar Jézus nélkül tenni, ragaszkodik hozzá, mindig az ő közelében akar tartózkodni. Annak a közelében, aki megoltalmazhatja, sőt, aki a tulajdonává tette. Pontosan úgy, ahogy a korintusi első levélben olvassuk, a 6. rész végén, nem tudjátok, hogy a ti testetek, amit Istentől kaptatok,
a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, hiszen álom vétettetek meg. Dicsőítsétek azért Istent testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Az előbb talán feltűnt az a szép felsorolás, amit a Péter második levelében olvashatunk, hogy mindenek előtt megajándékoz ezzel az új élettel, azután megajándékoz mindazzal, ami a kegyességgel való, ez azt jelenti, hogy az új életben járni, növekedni, azt begyakorolni lehet és kell, azután csodálatos ígéretekkel ajándékoz meg, amik tartják a lelket az emberben, az új életben való járás közben, amik bátorítják, vezetik, például ilyen ígéretek, hogy veletek vagyok minden napon, vagy mindenre lehet erőm a Krisztusban, vagy az Isten lelke vezeti azokat, akik Isten gyermekeivé lettek, csodálatos ígéretek. Aztán egyre jobban hasonlít az ember Jézushoz, hiszen az ő isteni természetét kapta, és ez a természet még a kívánságtól is megszabadítja az embert, amely újra és újra romlásba vihetné. Több olyan szenvedélyből megszabadult ismerősöm életében láthattam ezt, egészen kézzel foghatóan, hogy ott játszódott le a szemünk előtt, hogy mit jelent az, hogy még a kívánságtól is megszabadítja, és valóban Isten szabad gyermekévé lesz az ilyen ember. Két példát hadd mondjak erre. Volt egy ismerősöm, annyira ismerősöm, hogy 4 évig egymás mellett ültünk az iskolapadban, aki később 20 évesen alkoholista lett. Nagyon tehetséges fiú volt, ezt ő is tudta magáról, de nem volt büszke rá, és mint értelmes, nyitott szemű ember kívülről is figyelte magát egy ideig, és látta, hogy hogy megy lefelé a lejtőn. Nagyon sajnálta a fiatal feleségét, hogy mennyit szenved ő mellette és ő miatta, de egyszerűen nem tudta abba hagyni az ivást. Rab volt. Mondta is, hogy reggel fölkelek, először egy fekete, utána egy cigaretta, és utána menni és inni kell. Többször kérdeztem tőle, hogy mi az, hogy kell? Ki parancsol neked? Parancsolja ezt neked? Ki kényszerít erre? És egyre inkább látta, hogy rab. Néhányszor megpróbálkozott különböző módokon, hogy megszabaduljon ettől, de nem sikerült. És akkor valaki elhívta őt egy csendes hétre. Ott semmi nem történt, csak délelőtt meg délután egy-egy igehirdetést hallgatott, azt megbeszélték. Voltak hozzá hasonló, szabadulni vágyó, de tehetetlen rabok is. Voltak olyanok is, akiknek más bajuk volt, mindenféle ember volt ott azon a héten. És a hét vége felé egészen személyessé vált számára az, ami ott elhangzott. És ahogy elmondta, rászakadtak a bűnei, ami azt jelentette, hogy végre már nem csak sajnálta a feleségét, hogy ő miatta milyen helyzetbe kerül, hanem kimondta azt, hogy alávaló disznó vagyok, alkoholista vagyok, tönkretettem magamat, tönkreteszem a családomat. Ha van segítség, az csak ettől a Jézustól jöhet, akiről ott egy héten át hallott. És életébe először ott letérdelt, és azt mondta, hogy Úr Jézus, ha még egy ilyenen is tudsz segíteni, kérlek, hogy segíts. És ez a mondat egy megrendítő bűnvallással, életgyónással folytatódott, ahol néven nevezte a bűneit. És amikor fölállt, azt mondta, hogy valami különös bizonyosság volt benne, hogy neki mindezek a bűnök megbocsátottak. Arról volt ott szó nap, mint nap, hogy Jézus mit tett értünk, mi az ő kereszthalálának az értelme, célja, amik lehet, hogy a testvérek közül is sokan el tudnának mondani, de az is lehet, hogy a szívünkig még mégse hatolt ez az evangélium. Ő neki ott a szíve mélyéig hatolt, és azt mondta, hogy ha ez igaz, akkor én most kérem szépen a kegyelmet, ha egy ilyennek is adják. És úgy jött haza, hogy soha többé nem is kívánta az alkoholt, meg sok minden mástól is megszabadította őt Isten. Van, akit így egyszerre szabadít meg, ismerek olyanokat is, akiket fokozatosan szabadít meg, de megszabadítja. És akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. És nem volt ott semmiféle hókusz-pókusz, semmiféle ügyeskedés, erőszakosság. Isten
megszólított az igéjével egy rabot. Közölte vele, hogy te szabad vagy. Jézus kifizette érted is a váltságdíjat. Átállsz-e a régi rabtartótól annak az oldalára, aki kifizette érted a váltságdíjat, aki megvett. Ehhez kell a hit. És ezt az egy lépést várja tőlünk Isten. Minden egyebet ő tett meg. Jézus tette ezt lehetővé, hogy kiszabaduljunk. De nekem kell átállnom. Azért említettem az elején a rabszolgapiac jelenetét, mert az valahogy így történt mindig. Ha egyszer megvettek, akkor az övé vagyok. És oda megyek ő mellé. Aztán lehet, hogy még nem is tudom, hogy ott mit közöl, hogy te szabad vagy, és Isten gyermeke vagy, és minden a tiéd, ami az Istené. Ezek az örömhírek majd egymást követik, most egyelőre a szabadulásra vágyott. És megszabadult. De nem kell ahhoz elzülleni, hogy valakit kiszabadítson Jézus atyáitól örökölt hiába való életéből. Ismerek valakit, aki magas beosztásban volt akkor, amikor megtért. Ő is valahogy hasonlóan hallott Isten szeretetéről, sok visszássága fájni kezdett neki, vágyott arra, hogy új szakaszt kezdjen, hogy bocsánatot kapjon, és ő is Isten gyermekévé lett. De változatlanul meg volt győződve arról, hogy neki nagyszerű természete van. Erős akaratú, fantáziadús, ötletekben gazdag ember, aki a munkahelyen mindig kezdeményez, akinek a kezdeményezései bejönnek, utólag mindig megdicsérték, anyagilag is megvolt ennek a haszna a vállalat részére és a saját zsebe részére is, egy kitűnő ember. Voltak bűnei, azok bántották, azok a bocsánatot kapott, és boldog keresztjén volt. És közben nem vette észre, hogy ezzel az erős akarattal, ezzel a fantáziadús, ötletekben gazdag természettel, hogy telepszik rá a családjára, hogy nyomorodnak meg a gyerekei, majdnem szétmarta a nagyfia házasságát, mert ő mindig jobban tudott, hogy mit kellett volna csinálni fiának és menyének, és utána mindig kifejtette, hogy miért nem azt csinálták, és a nyakukon ült valósággal ezzel a nagy természetével, ezt minden vette észre, hiszen ő jót akart. És őnek ilyen szerencsés, erős természete van. Aztán egy súlyos baleset érte, és még ott a kórházban is azt mondta, hogy na látod, az én erős akaratom segített most engem, hogy talpon maradjak, és remélem fizikailag is talpra állok. És ott azért már nem tudtam megállni, hogy megkérdezzem, hogy ez komolyan gondolja, hogy az ő erős akarata. És az ő erős akarata mit csinált a fia házasságából? És miért van az egyik gyereke megszeppenve, és miért némult meg a felesége, úgyhogy szavát se lehet venni, mert otthon csak neki van szava. És eszébe se jut az, hogy az, hogy életben maradt meg félig már talpra állt az Isten kegyelme? Az ő erős akarata az Isten? Az segíti át mindenem? Miközben rombol az ő erős akaratával? Isten különös kegyelme volt, hogy ez elkészített alkalom volt, és megrémült attól, hogy ő mi mindent csinál az erős akaratával. És hogy ez milyen Isten káromló mondat volt, hogy az én erős akaratom átsegített most is, és hogy az segített át. Hogy gyakorlatilag az élete jó részéről kimarad Isten. Ott ő maradt az Isten, és az ő jó tulajdonságai, az ő szerencsés természete, amit nagyon sokszor elmondott. És ott tudta kimondani azt, akkor ő már ismerte a Bibliát, és csak meg kellett említenem ezt a kifejezést, hogy ami atyáinktól örökölt, hiába való természetünk. Hogy ezek emberileg csak ugyan jó tulajdonságok, de akkor is bűn forrásává lettek, mert a régi természetből valók, a nagy akarat, az ötletek, a fantázia, stb. Ez mind-mind bűn forrásává lettek. És egy nagy lelki megújulás követte ezt, amikor az ő természetét úgy, ahogy volt mindenestül, bűnnek tudta megvallani, és letette Isten kezébe. És attól kezdve Isten őt sokkal jobban tudta használni, vagy egyáltalán használta. Ez nem valami szép fordulat, vagy valami barátságtalan fordulat,
hogy atyáinktól örökölt hiába való természetünk. Ami természetünk, testvérek, úgy, ahogy van, ahogy velünk született, mindenestül a bűn pecsétje alatt van. És emberileg lehetnek benne viszonylag jobb, meg viszonylag rosszabb tulajdonságok, az mind Isten elleni lázadás forrásává lesz, amíg valaki nem vágyik arra, hogy isteni természet részeseivé legyünk, és ez az új, a Jézusi természet uralkodjék bennem, az meg mindenestül vonuljon vissza. Aztán majd Isten használni akar, azt használni tud meg, megtisztíthat abból azt, amit ő akar. De azt ne én mondjam meg, hogy mit akarok megtartani a régi természetemből, és egy kicsit megkeresztelem, fazoniozom, új nevet adok neki, és azt hiszem, hogy az erény. Csak amit Jézustól kapunk, az tiszta, az szent, az mehet be a mennyországba, és azt használja Isten itt, mások javára, áldásul. Nekünk tehát nagyon komolyan kell vennünk, ha a Biblián tájékozódunk, hogy mi is mindannyian a bűn rabszolgaságába születtünk. Atyáinktól a romlott természetet örököltünk, mindenestül romlottat. És abból a természetből semmi nem mehet be az Isten országába. De, és itt szólal meg az evangélium, Jézus Krisztus most megáll melletted, és közli, hogy kifizette életed is a váltságdíjat. Szabad vagy. És itt következik a hit lépése. Ha ő megvett engem, kiváltott sokféle kényszeremből, akkor odaállok mellé. Ez a hit döntése. És akkor, mint új gazdámtól, uramtól, azt kérdezem, amit Pál apostol kérdezett életének ebben a pillanatában. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És aztán, ha megértem, akkor cselekszem is. És ettől kezd el növekedni a hívőben az új természet, megerőtlenedik a bűnnek teste, ahogy Pál apostol írja, és eljut a hívő oda, hogy élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A hitnek erre a lépésére bátorít minket a mi Urunk. Egyszer olvastam egy történetet, és az nagyon szemléletessé tette számomra, hogy mit jelent a szó ilyen értelmében hinni. Arról szól a történet, hogy egy díszszemlén Napóleonnak a lova megbokrosodott, és már-már veszélybe került a császár, meg micsoda szégyen is lett volna az, nem tudta megfékezni a lovat, és akkor kiugrott egy közlegény a sorból, egy lóhoz értő közlegény, az lecsöndesítette az állatot, és amikor már lehiggadt, meg talán a császár is megnyugodott ott a hátán egy kicsit, a császár csak ennyit mondott, köszönöm, kapitány. És ez a közlegény abban a pillanatban jelentkezett a kapitányi egyenruháért, és elfoglalta a helyét a tisztek között. Hiszen maga a császár léptette elő ezzel a két szóval. Ezt jelenti hinni. Ha Isten igéje azt mondja, hogy Jézus érted is kifizette a váltságdíjat, szabad vagy, akkor két lehetőség van. Vagy az, hogy ez bármilyen ok miatt nem hiszem el, s maradok tovább a bűnrabságában. Vagy az, hogy boldogan odaállok új gazdám mellé, és azt mondom neki, hogy én meg hálából egész életemben neked akarok szolgálni. És aztán majd ő megtanít arra, hogy milyen ez az újfajta szolgaság, ami által tulajdonképpen Isten gyermekeivé leszünk. És nem mondalak többé titeket szolgáknak, mondja Jézus az ilyeneknek, hanem gyermekeknek. Ez az ige tehát azt kérdezi ma tőlünk, hogy kié vagy. Két lehetőség van, és ezt el szokták kenni, mosni, összemosni, világ, egyház, minden. Pedig a Biblia azt mondja, hogy vagy az ördögé vagy, vagy a megváltó Jézus Krisztusé. A születésünk szerinti állapotban élünk-e, vagy az újjászületésünk szerinti állapotban? Jézus kifizette a váltságdíjat. Aki hisz, az azt mondja, hogy Uram,
én nem éltem. Hogy miért választottál ki engem? Miért tüntesz ki azzal, hogy éppen hozzám érkezik el ez az örömhír? De én neked, a te szavadnak, a te ígédnek hiszek. Akkor én odaállok melléd. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Aki pedig már valamikor odaállt az Úr Jézus mellé, annak meg az a feladata, hogy napról napra engedje, hogy növekedjék benne az új természet. Ha már ezt a nagy ajándékot elfogadta, amiről itt beszél az ige ajándékról, hogy isteni természet részesévé lett, akkor ez a természet legyen rá jellemző, és sose engedje, hogy a régi, atyáinktól örökölt, hiába való természet uralkodjék. Az megmarad, meg belebeszél néha a dolgainkba, meg igyekszik azt elrontani, de megerősödhet az új, és az lesz a jellemző. Pál apostol azt mondja, hogy nem uralkodik többé rajtatok a régi. Ezért kínál nekünk Isten mindazó, mindaz új szövetség bizonyságtétele szerint új szívet. Ő nem a tüneteket kezeli, nem kívülről akar minket valahogy átfesteni, hanem az egész benső világunkat teremti újjá. Itt isteni újjáteremtő beavatkozásról van szó. Boldog ember az, aki bizalommal megnyitja magát ezelőtt, és aztán komolyan veszi, hogy aki a Krisztusban van, új teremtés az. Íme újjá lett minden. El kell kezdeni ebben az új életben járni, vagy bátrabban járni. Imádkozzunk. Új Jézus Krisztus, magasztalunk téged azért, hogy minden árat kész voltál megfizetni a mi kiszabadulásunkért. Úrunk, sokszor mi is szenvedünk amiatt, hogy mennyire rabjai vagyunk sok kényszer gondolatnak, pótcselekvésnek, félelemnek, és el sem tudjuk sorolni, hogy mennyi szörnyűségnek. És megvalljuk bűnbánattal, hogy máskor meg annyira megszokjuk már ezt a nyomorult állapotot, hogy nem is gondoljuk, hogy másként is lehetne élni. Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Azért jöttél, hogy kiszabadíts minket a bűnnek, a halálnak, az ördögnek a fogságából, és elsegíts az Isten gyermekeinek a szabadságára. Könyörülj rajtunk, hogy ne üres szavak maradjanak ezek a számunkra. Mi meg ne maradjunk továbbra is, ott, ahol vagyunk, hanem legyen bátorságunk hittel lépni, odaállni melléd, fölsorakozni utánad, követni téged, engedni, hogy a te szent lelked kezdje vezetni a gondolatainkat, hogy megajándékozz azzal az indulattal, ami benned van, hogy tudjunk követni téged az úton, az egyetlen olyan úton, amelyik az élethez vezet. Kérünk, hogy a te szent lelked munkálja ki bennünk még az engedelmességet is, tegyél képesekké minket erre, hadd lehessünk engedelmes, boldog gyermekeid. Így könyörgünk magunkért, szeretteinkért, tégy minket áldássá a családunkban, a tágabb környezetünkben, könyörgünk a te népedért szerte ezen a világon, könyörgünk egyházunkért, népünkért, hadd legyünk minél többen, akik nem szégyeljük, vállaljuk, használjuk ezt az isteni természetet, amit te kínálsz nekünk. Segíts most ebben a csendben odaállni eléd, és őszintén válaszolni erre. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus szavaival induljunk el, aki bűnt cselekszik,
rabszolgája a bűnnek. De akit a fiú megszabadít, valósággal szabad. Amen.